Először is sziasztok, boldog új évet kívánok mindenkinek! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves csapatokat. Kiemelten köszöntöm a kedves családot és hozzátartozóimat. Egy olyan alkalomra jöttünk össze, aminek igazság szerint nem kellene, hogy itt legyünk. Itt kellene, de másokból. Mindenki tudja, az átrakói barátunk meghalt, sajnos elhagyott minket. Egy olyan ember, aki tényleg, aki ismeri, mert azok vannak itt nagyjából, akik ismerik a Robit, egy rendes, egy jóindulatú, nem erőszakos, és úgy általában mindenkit szeretett, de őt is szerette mindenki. Nagyon nehéz megemészteni azt, hogy például nekünk is, aki több éve együtt összejárunk, hogy olyat elvesztek, akit nagyon jól ismersz, akivel még fél órával ezelőtt beszélsz, és egyszer csak azt halljuk, hogy már nincs. Még egyszer megköszönöm mindenkinek azt, hogy eljött, és ezen az emléktornán, mert ki szeretném hangsúlyozni a labdarúgó bajnokságnak hozzá, hogy emléktorna, nem rúgjuk össze egymást, azért jöttünk össze, hogy játszunk egy jót, az évet elkezdjük, és emlékezzünk a Robira. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon köszönöm a családnak, hogy itt van, és komoly problémák voltak anyagilag a Albert Issai Sportegyesületnél, és a Robi odállt a Sportegyesület megé. Nem mindenki tudja ezt, sajnos én tudom, és segített, mert tudott segíteni, és többször is segített, nem csak egyszer. De nem csak a sportnak élt, hanem élt a zenének is. És ha már zenélt, akkor ő úgy gondolta, hogy ír egy zenét, egy nótát az Albert Issai Sportegyesületnek. Ezt a számot most én 3 perc, hallgassuk meg, és akkor majd eldöntjük, hogy milyen, de szerintem jó. Szövegíró, zeneíró, de ő nagyon jól tudja, hogy hogy volt és hogy keletkezett ez a szám, egy pár mondatban. Hát egy pár mondatban szeretném. A Robi megkért, hogy csináljunk egy indulót abba a bizonyos időszakba, 2015-ben a foci csapatnak, és hát ő nagyon szorgalmazta az egészet. Én nem nagyon törődtem vele, megmondom őszintén. Sokáig halogattam. Ő megírta a szöveget, és hát hosszú hogy előkészületek után úgymond, hogy mindig nyüztetett engem, hogy csináljuk, és akkor egy 10 perc alatt szinte összeraktuk ezt a számot. Picit igazítottunk rajta, a Robi írta a szövegét, ezt a felvételt együtt csináltuk egy szobába, ketten énekeljük, hát így sikerült, és így ajánlottuk fel a foci csapatnak. Köszönöm szépen! Köszönjük! Nagyon köszönjük, majd javaslom mind a Albert Issai felnőttnek, U19, U17,
öregfiúk természetesen, hogy a bevonuló nóta ez legyen. Na, kedves barátaim, akkor elkezdjük a rendezvényt. Mindenki játszik 6 meccset, 6x15 percet ki van írva, hogy mikor vannak a meccsek. Körülbelül 2 óra fél 3 felé, fél 3-3, mert 3 már eredményhirdetés is van. Az a kérésem, hogy ahogy ide jöttünk, úgy menjünk haza egészségesen. Jó szurkolást kívánok a családnak, jó sportolást a focistáknak. Kezdi a mérkőzést a Old Boys és a Mumus. Játékvezető Berkes István ennaknak sokkal. Köszönjük! Harmadik helyezett megérdemelten, egy nagy tapsot kérek az FC Holdnak! Köszönjük szépen! Második helyezett, majd elbeszélgetek velük az első edzés után, a Old Boys csapata. Köszönöm, és természetesen megérdemelten első helyezett a Cegléd Bence. Nem, ezt beszéltük? Jó, ahogy gondolom, köszönöm. Jó. Mint minden egyes tornában külön díj, természetesen gólkirályt egynaposan nem csinálunk, de van legjobb játékos. Úgy döntöttünk, hogy a legjobb játékos a Old Boys-ból Misák Zsolt. Van nekünk legjobb kapusunk is. Volt több is,
de úgy döntött a szervező bizottság, hogy a legjobb kapus Sepsi Geri lett. És van egy olyan díjunk külön, hogy a legsportszerűbb játékos, egy párral azért nem mondhatjuk el, de akit kitnéztünk magunknak és megszavaztuk, hogy ő lesz, más nem is lehetett, mint a mai nap folyamán Zátrok Norbert. Köszönöm, hogy eljöttetek. Mindenkinek jó egészséget és boldog új évet kívánok!